Juhú, újra itt vagyunk! Jókedvűen, árnyékban, itt a nyár. Próbálni kell kerülni a napot. Remélem jól vagytok. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. Most egy ideig ilyen vágatlan videók fognak érkezni. Körülbelül egy-két hét múlva fogok vágni ebből egy bestet, de időben, energiába még az se fér bele, hogy csak hangot alá mondjak, vagy YouTube stúdióban hangot tegyek ezek alá a vágatlan adások alá. Azért mennek fel vágatlanul pluszba még, mert így lehet a legjobb minőségben felrakni. Mert nekem a Windows meg a videóvágó program butítja, nem tudom a legjobban kiexportálni, ha én meg is vágnám, de hát időm sincs megvágni. Majd ha lesz, akkor úgyis csak gyengébb minőségbe fog felkerülni. Nem jön senki? Nem, akkor mehetünk a Bicai úton. Ezt így kérdezték kommentbe, hogy mik ezek a tartalmak. Eleinte akartam hangot rakni alá, és emiatt nem nagyon kommentált, hogy mi történik. De egyszerűen nincs rá se időm, se energiám. Örülök, hogy este 2 óra alatt így felmennek ezek az anyagok a műszak után. Vagy még utána másnap, vagy valamikor még hangokat, zenéket keressek alájuk, nem megyek az árnyékba. Lehetne, ha fullban csak a YouTube-ban foglalkoznék, de nem igazán. Plusz mellette még a podcasteket is gyártom. Zöld. Tanke. Nem jön senki. Jó, kimegyek. Most ezt én se láttam igazán. Nem volt egy túl nagy index jele, vagy index lámpája. Most keresztül vagyunk a Kászplaccon. Itt van egy cuki bagoly. Most nem fordítom hátra a kamerát. Danke, Mahlzeit. Mindenki a telefonját nem tudja. Ja, itt igen kellemes idő van az árnyékban. De ma nem harap úgy. Csütörtökön volt durva nap, péntek azért enyhébb volt. Hétvégén nem dolgoztam, mert Fehérváron voltam egy esküvőn. Én próbálom hétfő péntek között tartani a beosztásomat. Kászplatz. Erre már adoztam, hogy ilyen szép belülről meg nagyon brutál jó fényfestés volt évekkel ezelőtt. Egyik leglátványosabb fényfestés, amin eddig ott voltam. Nagyon bírom ezt a fajta művészeti ágat. Hát hívhatjuk művészeti performance-nak, vizuális orgiának. Mert az épületet is nagyon jól lehet játszani. És az adott témát is, amit meg akarnak mutatni vizuálisan. Különleges élmény. Megjöttünk a Svédenplacra. Csak hogy ne rázzam szét a kamerát, inkább itt megyek. Itt szokott gyűlni a kritikálmasz, ott az orosz katona emlékműve. Hát most mindig rendőr van itt, hogy gondolom, ne firkálják össze. Hát mögötte az Albertina nagyon vagány volt, mert a Danke, mert a szobor mögött kék-sárgára van festve a fal. Azt még megmutatom nektek, azzal fogjuk befejezni ezt az adást. Hát itt meg lehet nézni a forgalmat. Meg jön egy kolléga. Na, 3-2-1. Még mindig nem vált, majd egyszer fog váltani. Egy van, megállt. És most. Szevasz! Ő, bambú!
na menjünk, nézzük meg. Ott már látszódik a kék-sárga kerítés. Ez éjjel szépen ki van világítva. Most a szél majd rám fogja hozni a permetet. Mondom, rám fogja hozni a permetet, nem áll, hogy nem hozza rám. Itt az emlékmű, és ott a fal. Itt a permet. De jó. Nem tudom, mennyi látszik, hogy azért fújja a szél. Most pont másik irányba fújja. Adjunk a népnek egy kis hoppá, belúg a táska. Most. Átmegyünk az árnyékon. Itt a város logója, címere, és akkor ünnepélyesen belassulok, és akkor sziasztok, hoppá! Na, mentem.